A zenei ínyencek mindjárt éhesek lesznek. Jön a felsorolás. Sebestyén Márta, Andrejszky Judit, Falusi Marian, Gájer Bálint, Horányi Júli, Kozma Orsi, Henc Gábor Biga, Ripoff Raskolnikov. A Békefi Klub koncertek sorozatából ajánlottam néhány fellépőt, illetve van, aki már fel is lépett Zircen ebben a sorozatban, és van, aki jön. Szeli Dóra Rékával, a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB intézményvezetőjével beszélgetek, konkrétan a Békefi Klub koncertek sorozatáról, mert szerintem berobbant ide az új évbe ez a koncertsorozat, és a tavasz egyre jobb ínyenségeket kínál. Hogy jött az ötlete ennek a koncertsorozatnak, és hogyan állították össze a műsorokat, hogyan választottak fellépőket, előadókat? Nagyon szépen köszönjük a kérdezést és a megkeresést, és egyben köszöntöm a podcastnek a hallgatóit. Igazából én most lesz majd lassan egy éve, hogy itt dolgoztatok Zirten. Nagyon megkedveltem, nagyon megszerettem a várost és a lakóit, és hát meghallottam azt, amilyen igényeik igazándiból nekik voltak, vagy folyamatosan felmerülnek. Nagyon kedvelik a népzenét, kedvelik a könnyű zenét is, és az ínyenségekre is nyitottak, pont így, ahogy említetted. És jött egy elképesztően jó lehetőség, még tavaly nyáron, vagy év vége felé, ezt most pontosan már nem emlékszem rá, de a Nemzeti Kulturális Alap Hangfoglaló Program kollégiuma kiírt egy pályázatot klubkoncertekre, és akkor úgy gondoltam, hogy hát vágjunk bele. Nekik is tetszett a pályázat, és akkor 14 könnyűzenei koncertre kaptunk támogatást. Ebből így, ahogy már említetted is, lement 2, Sebestyén Márta és Andrejszky Judit koncertje, illetve Falusi Marianné, és most majd jön a többi. Akkor Falusi Mariant nem menjünk tovább, mert ez még egészen friss élmény itt a városban, nagyon sokan emlegetik, megénekeltette a közönséget, de azért szeretném tudni azt is tőled, hogy milyen egyéb visszajelzések voltak, akár a koncert alatt, akár utána szóban, azért ide a Művelődési Házba többen bejönnek, meg a könyvtárba jobban elmondják talán nektek, vagy akár a fellépők visszajelzések. Azt tudni kell, nem szeretnék senkit sem túl dicsérni, de Falusi Marian az az ember, nagybetűs ember, aki, hogyha kiáll a színpadra, úgy adja át a saját lényét, hogy nem tudsz nem részt venni ő benne, gyakorlatilag ő benne és a művészetében. És egy elképesztően fantasztikus zongora művészt hozott magával, Révész Richárdot, őt egyébként a latin jazz világából ismerhetjük, és ketten ezzel a fantasztikus emberi hozzáállásukkal és azzal az elképesztő természetesen tapasztalattal, mivel hogy tudják, hogy a közönséget hogyan kell megszólítani, a második számban már énekeltették a közönséget. Énekeltették? A közönség magától énekelt. Elképesztő volt. Úgyhogy én nagyon-nagyon jól éreztem magam, én is énekeltem, és körülöttem mindenki, bármikor nagy szeretettel látjuk újra Falusi Mariant, aki egyébként már másodszor játszik. Azt hiszem, ez sokat elárul, hogyha a szervezők is annyira felengednek, vagy nem izgulnak, hogy már énekelni mernek. Falusi Mariant azért a Padödőből is ismerjük, a jazz éneklésből is, és úgy tudom, itt viszont egy kicsit a sláger és a dalfesztiválok idejébe vitt vissza minket, egy kicsit a retro hangulatba. Igen, a közönség az a korosztály volt, hogyha lehet ezt így mondani, akik ismerik ezeket a régi dalokat, és ez is, tényleg nem nagyon akarom ma Marian túl dicsérni, de szétnézett a közönségbe, megkérdezte, hogy ki hány éves, az emberek feltették a kezüket bizonyos számokra, évszámokra, és akkor megvolt a repertoár gyakorlatilag. Ami esetleg nem jutott a Mariannak eszébe, volt, hogy kértek dalt, de szintén ezekből a régebbi dalokból, és azonnal előkeresték, a Ricsi az tudta a dallamot, a Marian rácsatlakozott, volt, hogy a közönség már előbb tudta, úgyhogy igazándiból a közönség határozta meg a repertoárt, így mondhatnám. Nagyon jó. Akkor mit ajánlhatunk a következő koncertre, ami szintén nem akármilyennek ígérkezik, Gájer Bálint, ugye magyar Michael Bublénak is nevezik, és ő egy tehetségkutató műsorban tűnt fel, ami azért bennem egyébként tiszteletet ébreszt, mert ezeket nem könnyű végigcsinálni, főleg utána a szakmában maradni. Mit várhatunk tőle, mit tudunk? Egy fontos dolgot mondanék még így
az előadó választásokkal kapcsolatosan, hogy próbáltam ugye meghallva a közönség igényeit is, de úgy válogatni, hogy a legkiválóbb és legmagasabb minőségű, mégis könnyed előadók jöjjenek el. És a Bálintot sem túl dicsérve, de azt mondhatnám, hogy őt is 10x éve ismerem. Nagyon sokat dolgoztunk együtt a régebbi időkben, én soha egyetlen hamis hangot nem hallottam tőle. Amikor meg van fázva, de Marian Detto, fölmennek a színpadra, és nem látsz rajtuk semmit. Tehát ő, nem tudom, hogy hogy csinálják, nem tudom, hogy ez a munkabírásuk, strapabírásuk, ez nekik honnan jön, de ez nekik rendes munka. A Bálint pedig ezzel a swinges, könnyed, jazzes repertoárjával, amiben most már javarészt magyar dalok vannak, szintén ugyanúgy, ahogy a Marian megénekeltet és táncra perdíti a közönséget, majd kíváncsi leszek egyébként erre nagyon, mert ahogy a Mariannál mindig énekelnek, a Bálintnál meg mindig táncolnak az emberek. Lesz erre hely? Majd kiderül. Hát büszkén mondhatom, hogy az eddigi koncertek, azok kettő volt, teltházzal mentek le, mi is meglepődtünk. Ez a lényeg, teltház van. Mire számíthatnak a továbbiakban a zirciek, az zirc környékiek? Kérlek, mondd el, hogy konkrétan mikor lesz a Gajer Bálint koncertje, és hogy 8-kor, tehát 18 órakor kezdődik-e, ahogy az eddigiek? Igen, március 22, jól emlékszem? Március 22-én jön a Gajer Bálint. És 18 órakor. És 18, tehát március 22-én 18 órakor lesz a Gajer Bálint koncert, és egy zseniális zongoristát hoz ő is egyébként magával, Revicki Balázst. Ki lesz a következő? Szintén egy közönségkedvenc fiatalember fog hozzánk érkezni, április 26-án ugyanígy 18 órától, mégpedig László Attila, ő szólóban fog érkezni, zongorázik és gitározik is. Természetesen az mellett, hogy énekel. Ő is tehetségkutatós volt. Jött hozzám több olyan kérdés, meg érdeklődés, hogy ő kicsoda. Honnan lehet ismerni? Nekem is egy picit kakukktojás, tehát kevésbé ismert, de lehet, hogy annál színvonalasabb. Hát meg már az előző kettő előadót, vagy hármat már nagyon megdicsértem. Most a László Attiláról sem tudok másképpen nyilatkozni, hogy szokták ezt ilyen pop szakmában úgy mondani, hogy úgy emberileg, mint szakmailag, és hogy úgy emberileg, mint szakmailag. Mindenki, aki ebben a sorozatban egyébként eljön, ők olyan tényleg nagybetűs ember, mindettől egyig. És az Attila is ilyen, egyébként ő Erdélyből származik, és ilyen csodálatos ízesen énekel, hozza magával azt a erdélyi szeretetet, ami mindenki iránt ott él az ő szívében, és ahogy énekel, ahogy átadja ezeket a legszebb, kicsit népdalos, kicsit poppos dalait, hát az embernek könycsordul a szemébe, vagy pedig nagy vidámsággal táncra perdül. Köszönöm, mert így egy kicsit a műfaji meghatározás is megtörtént, ami nagyon ígéretes. A plakátokon, meg azért a programajánlókban már láthattuk nagyjából a tavaszi és a nyári fellépőket. Kérlek, hogy azért soroljuk ezek fel dátummal együtt. Május 24-én lesz egy pici módosulás, mert kimegyünk a szabadba. Május 24-én Orányi Julival kezdünk majd szabadtéri koncertekkel. Itt ennek a pontos helyszínét még nem árulhatom el. De utána júniustól kezdve a Múzeum udvar ad majd helyt a koncerteknek. Mármint a Reguli Múzeum Zircen, csak aki nem lenne annyira ismerős. Tehát a Reguli Múzeumnak az udvara ad helyszínt majd a koncerteknek, és büszkén mondhatom, hogy a városnak van egy elképesztő jó hangtechnikája, fedése, színpada, fénytechnikája, és ezt már mind tudjuk használni. Úgyhogy nekünk nagyon jó dolgunk van, ezt kell mondjam. Jó. Felsorolom akkor a neveket, hogyha ez esetleg segítség. Tehát ezek a koncertek már majd este 8 órakor fognak kezdődni, szintén így igazodva azért ahhoz, hogy a közönség ott abba a klassz udvarba beül, ott van kávézó, ott már majd meg lehet inni egy sört, el lehet fogyasztani egy fröccsöt, úgyhogy én úgy képzelem, úgy látom a lelki szemeim előtt, hogy ott az emberek összegyűlnek, beszélgetnek, meghallgatnak egy jó koncertet, jól érzik magukat, és akkor hát hazamennek viszonylag még akkor idő,
időben, és akkor este 10 órakor már mindenki ágyba bújhat, hogyha ehhez van kedve. Jön hozzánk Daniel Figergő, Kozma Orsi, Heinz Gábor Biga, Ripoff Raskolnikov. Ő egy picit abból a szempontból, hogy más lesz, hogy ettől a popposabb, jazzesebb vonaltól eltér, és blues koncert lesz. Egy szuper blues koncert, úgyhogy aki szereti a blues-t, ott majd nagy szeretettel lehet, hogy várjuk. Ott akkor nyitottabb lett, vagy több korosztályt fog vonzani ez a koncert. Egész biztos vagyok benne. És azt hadd tegyem hozzá, hogy nagyjából eddig tudtuk az előzetesekből a koncerteket, de azt most hallottam tőle pár perce, hogy van ez folytatás ősszel, egész év végéig. Igen. Mert pont ez lett volna a kérdésem, hogyha ennyire jól indult be, akkor hogyan tervezitek tovább? Tehát én már előbbrébb jártok. Előrébb járunk annyira, hogy mi még augusztus végére is merészeltünk tenni programot. Szabadtéren innen még két koncertünk lesz. Eljön hozzánk Rói és Ádám akusztik trióval. Hoppá, hoppá. Eljön hozzánk Szena. Van egy Szena Dagadab című trió formációjuk. És hát az is fantasztikus, de mindegy kicsit más. Na most így belelkesedtem, én már mindegyik koncertet nagyon várom. Októberben visszamegyünk a fedett helyszínre, igen, és ide egy ötfős roma zenekart hívunk el, Kálel Ulugi a nevük. Akusztikus gitárokkal érkeznek, úgyhogy ezt is már nagyon várom. Feldolgozott népzene? Ez abszolút olyan világzene, ami megint egy csemege lesz majd a füleknek. És akkor november 22-én megint egy ismert név jön, Kardos Horváth Janót a Kaukázusból ismerhetjük szóló koncerttel fog érkezni, és egy karácsonyi Pál Dénes koncerttel zárul majd a klubkoncert sorozatunk. Hát! Az újabb zenei ínyenségeket tudtunk, meg még éhesebbek lettünk. Én arra biztatom a hallgatókat, hogy érdeklődjenek és jöjjenek szórakozni. Zircre, a Békefit klubkoncertek sorozatába. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, szeretettel várunk mindenkit!